meant for them, but represent that, but to you as an understanding. Father, I pray for love to you, for you may have been gracious and fire, for you may have been a good person, for you may have been a good person, for you may have been a good person, and you may have been a good person. Yes, keep us with them, please, that you have a special compact for that, so I can go ahead to them, for you to release my soul, my soul, my soul, my soul, my soul, Szerintem a Remédia Plakátszontára így karácsony Gergelyel mondta augusztusban, amikor a német Bicánt hetnapnak adott interjút, hogy hát ha ráírnák a plakátra, hogy beengedik a migránsokat, senki sem szavazza náig. A Mátyi Vaj Péter, a baloldali miniszterelnök előtt jegyel nem tovább lépett, ő most elmondja, hogy fölösleges a rezsicsökkentés, a világpiaci árakat rá kell szabadítani a magyar családokra, a magyar vállalatokra, és hát, hogyha valaki házik, vegyen fel egy ilyen több pulóvert, vagy használjon kevesebb vizet vagy áramot, hát igazából most már, aki a baloldalra szavaz, ennek tudtában kell, hogy megtegye. Nem gondolom, hogy józan észre az ember a saját pénztárcáján, a saját zsebe ellen szavaz, és hát a jövőjtő mondat nem szabad a kormányra, kormányra, ami szóljon ezzel a politikával, az adócsökkentéssel, a gyermek kedvezménnyel, és aki pedig a baloldalra szavaz, azok mindenki rosszul jár. Ez a baloldalra szavaz, hiszen előbb-utóbb visszavonják ezeket a támogatásokat, és akkor azok is rosszul járnak, akik azt remélték, hogy nem fognak. De mindenki remélhet, hogy szólnak, hogy a politikusok biztos, hogy jól járnának, mert nem a baloldali politikusok ne legyen így. Viszont nem csak itthon, hanem a német piacon is történt némi változás, és az igen fenyegető a programjukat figyelme, mert úgy találtunk rá egy erős idén az Egyesült Európában, mert pedig ők nagyon azt képviselik, hogy ezt ne fogják csinálni. Ezt az akár erőszakot is. Hát az új német kormány programjában már expressus verbis szerepel az Európai Egyesült Államok létrehozásának igénye, azonban ezt olyan eszközökkel akarják elérni, amelyet átszólal demokratikusan, hogy kötelezettségszegési eljárás vagy bírósági határozatokkal, csak hát ezek a bírósági határozatok túlterjeszkednek az uniós szerződéseken, és azt feltételezik, hogy az ember nem olvassa a leveket, vagy nem ismeri. Tehát a német kormány mindenki egy egységes Európát akar, egy német Európát akar, ami részint, ha csak a gazdaságról lenne szó, nem biztos, hogy rossz lenne, de hát itt a migráció, benne van a migránsok beengedése, 3 év után, 5 év után már állampolgárságot kapnának az újon jövő emberek, ez azon nagy jogaik lennének, mint a régebb óta itt élőknek, például klímaadót vezetnének, de CO2 adót a lakosságra is, a vállalatokra is, tehát a lakások után, az autók után, a magánembereknek is kéne egy CO2 adót fizetni, ez a mostanában a dupla a benzinára jelentenek például csak úgy bevezetésként. Azt remélik egyébként attól, hogy ha magas lesz tartósan a benzinára, a dízelára, az emberek hamarabb jönnek el, hát az elektromos autóba. Vagy ritkábban fognak húst tenni, mert a vörös húsfogyasztás felül és a metán kibocsátást tükrező, hogy a magas húsárakkal akarják például a vörös húsfogyasztást csökkenteni, hogy hát ugye olyan ötletek is felvetődtek a zöld párt részéről, hogy minek a családi ház, hogy a családi házas övezetek úgy veszik körbe a városokat, a panelházakat, mint a középkori városban, amitől nem tudnak terjeszkedni, és milyen luxus, hogy én kövesen és nagy ökológiai lábnyommal laknak egy családi házban, ahelyett, hogy pontházakat építenének a véleményt, csak úgy ezt kormányában. Tehát ezek az ötletek azok, amik már túl mennek azon, amit az ember egy egységes Európától jó szívvel elvárhatnak, vagy amit a magyarok a rendszerváltáskor reméltek, hogy mondta, Európa lesz, nyugat lesz, akkor mi ennyire vártunk. Azért egy emlékevet, hogy az előzősen, hogy a panellakásokkal kapcsolatban Kispesten szétdúltak a családi házatokat, építettek a kultúrteleket, és 100 családi házra 80 lakást jutott. Tehát igen, csak vitatható, hogy már ezzel takarítunk el valamit, ahogy biztos a barátság. Azért érdekes a német követés, mert Magyarországra is kiterjedt ezek a szándékok. Hiszen egészünk Európától, Magyarország is rendben van. Márpedig mi nagyon nem akarjuk azt, amit ők akarnak. Van esélyünk egy ilyen hatalmas országgal szemben. Igen, mert ahhoz Dávidnak is volt a szíve Góliátot szemben, mert okos taktikát választott.
jó technikája volt, így szerintem Magyarországnak is gondolta volna valaki 15-ben az újkori értelmiadás eddigi tetőzésénél a migrációs tanúságnál, hogy egy 10 milliós Magyarország nem is megállítani, de elterelni tudja ezt a hihetetlen ember tömeget. Gondolta volna valaki, hogy az a megoldás, amit Magyarország akkor elsőként a kritikát határa alkalmazott, most már ezt alkalmazzák minden, hogy Anglia és Franciaország között is a Csanagút bejáratánál, panélnál, a veszélyi alagútnál, de nem kerítésnek hívják, hanem közlekedő biztonsági akadálynak, hogy a migránsok az észak-afrikaiak nem menjenek rá a színekre és nem menjenek át az alagúton Angliába. Vagy például ugyanezt az osztrákokon, amikor ők is kicsit szemérmesek voltak, és kapunak kintát oldalszárnyakkal. Most már mindenki kerítésre hívja, most nem csak a kerítést vették át, időre már fogják venni, hogy jogi hatásának, hogy a lengyelek már megtették. A családtámogatási rendszerünket Lengyelország átvette, a közmunkaprogramunkat más országok átvették, tehát azt lehet látni, hogy a magyar kormánypolitikai is alternatíva ennek az Egyesült Európához, ami csak a spekulánsoknak, a matik cégeknek a bankoknak jó, ezzel szemben azt látjuk, hogy a magyar lengyel politika azért széles társadalmi rétegeket nem fel, még a legszegényebbek is egyet előre tudnak lépni, a közmunkából mondjuk a versenyszféra felé, akár csak a minimálbér felé, de ezzel az ő jövedelmük is növekszik, és az önbecsülésük is. Tehát azt látjuk, hogy a magyar kormány politikája, mint a lengyel kormány is, tehát részén a Szaladinia, a Olaszországban is ezt a politikát követték, ez egy jó politika, és ha az embereket megkérdezném, hogy az eredmények alapján döntsenek, szerintem biztos, hogy 10-ből 80 az emberek választanak. Ideológiailag támadják. Ideológiailag támadják, ennek a támadások feltétlenül erősödnek, a gender ideológia megtámad, az LMBTQ ideológia megtámad. Ebből többet várhatunk, viszont ha sikerül megőrizni a kormánytöbbséget, akkor ez a lassú gyarapodás, ez a lassú, de biztonságos építkezés az, ami folytatódhat a következő időben. Akkor ezek szerint a kerítségek változnak, de az olyan születés elmerül volt, hanem az olyan születés bizonyosságát teljesen. Ugye mi egyszerűen tudjuk, hogy a remény az valóság lesz, hogy beteljesül, ugye, hogy tudjuk, hogy az Úr a fiát küldte, hogy megváltson a bűneinket, és egyébként ez felelősség is, mert ez nem egy örök garancia. Tehát nekünk is felelősen kell bánnunk, ugye a tanítást meg kell tartanunk, a szabályokat meg kell tartanunk, Istennek tetszőket kell jönnünk. Tehát karácsonykor nem lehet elégszer erre emlékeztetni, nem lehet elégszer magunkat is figyelmeztetni, hogy legyünk takarékosak, legyünk meg ne torkoszkodjunk, legyünk visszafogottak, csendesedjünk el, várjuk az evangéliumot, az üzenetet. És hát igen, minden nap az fontos, hogy így éljünk, törekedjünk rá, és hát az is nagyon fontos, hogy bizonyosságunk is lesz, hiszen ugye mi ismerjük a történet végét is. A magyar politika történetnek a végét még nem ismerjük, de jövő áprilisban egy olyan fontos állomás lesz, amit hogyha jól ezen bizalom alapján, ezen remény, ezen vállalkozás alapján érünk el, és jól cselekszünk, hanem kismeretünk szerint cselekszünk, akkor biztos vagyok benne, hogy ez egy jó eredmény lesz, és akkor egy bizonyosságunk lesz, hogy nem csak 12 év polgári politika, keresztény alapú politika, hanem akár 20 év is lehet, 30 év is, és minden évben szerintem megszózhatunk 2-3-mal, aminek a hatása tovább érződik, ameddig ez a hatás érződik, és ez nem csak a mi életünkben, hanem a gyerekünk, és hát remélhetőleg az unokáink életére is kihat, hogy ez a tehetetlenségi erő, ami a mostani 12-16-20 évnek az eredményéből keletkezik, hogy ez még kihat az ő életükre, és úgy éljenek, ahogy mi, vagy jobban. Tehát ez az a remény, ez az a bizakodás, ami erőt kell, hogy adjon nekünk, és hát a következő nehéz időszakra energiának is adjon, mert energia nélkül a vitaszkedés. A kettő együtt az, ami szerintem fontos, és átlendítünk a kérdésnek a kérdésnek.